Forget about it, I just want no, 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 the piano, no. I will call the police. Senki se ijedjen meg, nem őrültek meg ezek a fiatalok, csak a Debreceni HaHa Egyesület és nemzetközi partnerei vannak ismét lendületben. 2008. októberében akkor és most együtt egymás kultúrájáért címmel egy nemzetközi cserét szerveztek öt ország fiataljainak. A debreceni fiatalok igen színes és változatos programot állítottak össze, annak érdekében, hogy az olasz, a lengyel, a román, a bulgár és a magyar résztvevők jobban megismerhessék egymást és a nemzetközi csere során ne csak új barátságok szülessenek, hanem a kulturális értékek is felszínre kerüljenek. A 10 napos ifjúsági csere során a fiatalok közösen fedezték fel egymás kultúráját, na meg a helyi környezetet is. A résztvevőknek egy térkép és egy feladatlista alapján vegyes csoportokban kellett megtalálniuk bizonyos pontokat a városban, és közben még különféle feladatokkal is meg kellett birkózniuk. A csoportok lelkesedéssel vetették bele magukat a város forgatagába. We had to make a photo with the receptionist. We need to find some streets, some places, count the steps to the tower, write the sign of the on the mosaic in a Kossuth Square. Egy-egy múzeum vagy nagyobb nevezetesség megtalálása és lefotózása, vagy akár lerajzolása még nem is jelentett akkora problémát. Debrecen nevezetességét, a református nagy templomot is könnyen megtalálták a fiatalok. El lehet véteni egy ekkora épületet. Ugyanakkor sok esetben a helyiek segítségére szorultak a fiatalok, annak érdekében, hogy a feladatot teljesíteni tudják. Mivel különböző országokból érkeztek és különböző nyelveken beszélnek, ez nem volt egy egyszerű feladat. Minden esetre az újságos tannál sikerült megkapniuk azokat az információkat, ami alapján ismét lendületbe kerültek, és nekivágtak a következő küldetés megoldásának. A fiatalok kedvét az sem szekte, hogy sok esetben nem csak a nyelvi nehézségeket kellett áthidalniuk, még ha beszéltek is angolul és jó szándékkal álltak a kis csapathoz, egyszerűen nem tudták a válaszokat a kérdésekre. A belvárost ellepték a csere résztvevői, de ekkor jött csak a fekete leves, a könyvesbolt. The thing that was more difficult is to communicate. Because sometimes, for example, we was in Alexandra shop for find the book, the cheaper book inside, and nobody was speaking English. So we was trying to explain what we needed, but we couldn't. Vajon ha az eladó érti a kérdést, mennyi időbe tellett volna megtalálni a legolcsóbb könyvet ebben a nagy könyváruházban? Minden esetre fiataljaink nem adták fel. Sajnos a biztonsági őr sem tudott segíteni, sőt kis hián a biztonsági rendszer is megborult a legolcsóbb könyv expedíciója során. Nem volt egy egyszerű feladat, de büszkén jelenthetjük, a küldetés teljesítve. Jöhetett a következő kihívás, másnap ugyanis már a kulturális különbségeket bemutató kisfilmek készítésébe kezdtek a fiatalok. Vajon milyen sztereotípiák élnek bennünk az egyes nemzetekről? We will represent Italians, and we will show their lives like one day of their life in a funny series of videos and movies. And we had a plan, like from waking up through different typical Italian points of their day till the party and till going home. And I have a question. What do you think about Polish people? Polish people? Yeah. Just one sentence. Hungarian and Polish people is my favorite. Yeah, I know. A modern language that you bought. It was fun because you are a tourist. You are asking someone, do you know speak English and can you speak and what do you think about Polish people? The bad thing was that most of people just said they are okay, nothing special, no stereotypes. Only few of them just said that, for example, Polish people are friendly, open, and so on. I wanted to hear something like even the bad things. Come from Romania? No. Somalia.
And what about Hungarian people? Hungarian people. It's difficult because as the foreigners see us, we are very friendly and like people and like our jobs. And, but as we see ourselves, it's a little bit more complicated. Az ifjúsági csere résztvevői játékos formában foglalkoztak az Európai Unió kérdésével. Egy bábelőadás keretében mutatták be az EU népmeséjét. Nem hallottak még az EU népmeséjéről? Se baj, a fiatalok sem korábban, de ezt is megoldották. A történetet maguk írták és mesélték el, ehhez pedig közösen készítettek különféle bábokat. A fiatalok élvezték ezt a kreatív feladatot, hiszen nem csak a történetet kellett kitalálniuk, hanem olyan rég nem használt készségeket is elő kellett hívniuk, mint a bábkészítés. Nos, hogy hol kezdődött az EU története, és hogy hogy ér véget, talán nem egyszerű egy 10 perces mesében összefoglalni, de a képeket nézve valami teljesen más történet kerekedett ki belőle, mint amit annak idején Jean Monnet megálmodott. Minden esetre ahány csoport volt, annyi történet született. Aki nem hiszi, járjon utána. Going back to the childhood, you're old and you're thinking seriously, and during this exchange you have opportunity to just do something that you normally don't do. And it was very nice. It was really nice. You need to imagine what it should look like, what kind of texture you will use, and how to stick it, how to manage everything, how to do this this performance. It was really good. Volt már ismerkedés, kutatás, felfedező körút, kulturális sztereotípiákat bemutató kisfilmek forgatása és bábelőadás is, jöhetett hát a színjátszás. It was basically the first experience for a lot of people in a theater, physically performed. I mean, my way to teach theater is with the body, expressing through the body, knowing a person through different channels. Not only talking and formal way to present and to introduce themselves, but expressing with all the body from the top to the ground. And it was very good. It was difficult because, you know, people from different countries are reacting in different ways and they are not the same age. They are, you know, a youngster, but they are different. And so they were reacting very differently. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay? So let's start. Prepare and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Játszani és reagálni. A csere egyik fő témája volt ez. A színjátszás alapjainak elsajátítása során nem csak az érzelmek, de egyéb más impulzusok átadását és átvételét is gyakorolták a fiatalok. A közös kinti főzés méltó befejezése volt az ifjúsági cserének. Bár minden este valamelyik résztvevő ország nemzeti ételeit kóstolhatták meg a fiatalok, mégis a nyílt tűzön készített babgulyásnak nem volt párja. A sütés-főzés közepette a résztvevők nem csak a gasztronómiai tapasztalataikat osztották meg egymással, de elérhetőségeiket is, hiszen számtalan új barátság született a 10 nap alatt. Az együttműködés azonban nem ér véget. A fiatalok tervezik, hogy jövőre újra találkoznak, hogy akkor, csak úgy, mint most, együtt fedezzék fel egymás kultúráját.